Paks FM reggeli ébresztő műsora. Élesztő. 8 óra után járunk 6 perccel. Gyönyörű szép napot kívánunk mindenkinek. Ragyogóan süt a nap, és ma is egy, hát gyűrdeszezorgám a reggeli, de persze nyugodtan. Hát enni azért kell. Na, ígértük, hogy beszélgetni fogunk, mégpedig Lukácsi Magyar Melinda van itt a vonal túloldalán, a bölcsöde vezetője. Szia, szép reggelt! Szervusz, jó reggel! Jó reggelt, szervusztok! Na, hát ugye különféle intézkedéseknek köszönhetően, ugye tegnap megszűnt a bölcsöde látogatás is abban a formában, amilyenben még a múlt héten kiélvezhettük, illetve hát én személy szerint nem, mert nem én, nem Zoli felröhög. Kicsit túlkoros vagy. Én kislányom ugye most beteg szabadságát töltötte éppen az intézkedések előtt, úgyhogy ő, hát hogy is mondjam, nagy örömhírként közölte, hogy tegnap, vagyis hétfőn nem kell menni, pedig már meggyógyult. Na, hát hogy érint ez az egész benneteket, és most akkor igazából ott milyen szabályok is uralkodnak? Igen, a bölcsöde is jelenleg határozatlan időre zárva tart. Ügyeletet természetesen biztosítunk azon gyermekek számára, ahol a szülő ezt igényli. A héten különben egy fő volt hétfőn bent a bölcsödében kisgyermek, és úgy néz ki, a hét további részében már nem lesz gyermek az intézményben, nem kértek ellátást. A dolgozók ettől függetlenül bent tartózkodnak, hát megfelelő munkát végeznek, amit tudnak. Legfőképpen most nagy hangsúlyt fektetünk a fertőtlenítésre. A gyermekek által használt játékokat, bútorokat, ugye a vizes blokkokat, öltözőket fertőtlenítik a kolléganők, valamint dokumentációs munkát tudnak végezni, leltároznak, tehát olyan dolgokkal töltik az időt, amit a gyermekek ott léte nélkül tudnak végezni. És akkor így most, hogy tegnap ugye egy fő volt, egyen meg a kis szívét, valaki ott egyedül milyen nagy figyelmet fordítottak rá, nagy figyelmet kapott, igen, és tudott minden játékkal játszani. Hát most el kell hozni onnan egyébként a bent lévő dolgokat, ruhákat, ágyneműt, stb., mert információim szerint igen. Nem kötelező elhozni, de igen, a szülők többsége a gyermekek ruháit ugye elviszi. Az ágyneműket nem kell elvinni, különben az a bölcsöde letárában van. Tulajdona, és ott igen. Is tisztítjuk, így van, ott mossuk őket a saját mosodánkban. Úgyhogy a gyermekek személyes dolgait, ruháit, ha a szülő úgy gondolja, elviheti. De, és ha nem gondolja úgy? Akkor ott maradhat, ezzel nincs probléma, nem, igazából ruhák a saját szekrényeikben vannak a gyermekeknek, aki igen. Tud bejön érte, igen. Na most a bejön érte, az hogy zajlik egyébként? Tegnapi nap és mai nap kértük meg a szülőket, hogy mivel egy külső bejárat az öltözőnkbe nyílik, be tudott lépni és egyből a szekrényből elvinni a ruhát, még tegnapi nap, de utána odaadjuk neki, tehát a kolléganőkben tartózkodnak, és az udvaron átadjuk nekik. Igen, tehát akkor már magában az épületben nincs belépés. Szeretnénk elkerülni, igen, hogy minél kevesebb szülő jöjjön be maga az épületbe. Ha ügyeletet tartunk, lesz kisgyermek, netán még igényelnek, akkor is próbáljuk a piciket az udvaron átvenni a szülőtől, és már nevelőnő kísérné be az öltözőbe, és ugyanúgy adnánk ki is a szülőnek. Tehát mi fölöltöztetjük bent, és az udvaron adnánk át a szülőnek, elkerülve, hogy minél kevesebb ember jöjjön be az intézmény területére, illetve be az épületbe. Értem. És hogy álltok a digitális oktatással? Ja, sehogy, bocs. Igen, jó a kérdés. Bebe TV. Gondolkákat közvetítünk. Jó, persze. És viszont, ja, igen, akkor tessék. Nem, hát a normális kérdés pedig az, hogy nyilván ez a lehetőség, tehát, hogy ügyeletet biztosítotok, ez gyakorlatilag addig van fent, ameddig esetlegesen nem jön ezt felülíró rendelkezés, gondolom én. Tehát addig lehet. Igen, tehát addig lehet akkor ezzel élni. Akár úgy is, hogyha igen, az egyik nap nem is volt bent a gyerek, de a másik nap valamiért be kell vinni, akkor. Egyébként ezt hogy kell jelezni? Tehát mikor vagy hogy van az, hogy ha most én nekem igényem van arra, hogy ugyaneddig nem vittem, de mondjuk holnap vagy holnap után mégiscsak szeretném beadni a gyermekeimet az ügyeletre, akkor ez kinek? Mikor kell jelezni? Van-e határidő, vagy ez hogy néz ki? Legjobb, ha a kisgyermekek szülei ugye a saját nevelőnőjüknek jelzik, ők azonnal szólnak nekem, és akkor úgy szervezzük az ügyeletet. Mivel kevés főről van szó, tehát nem tömegesen jelentkeznek az ügyeletre, ez könnyen megoldható. Valószínűleg a saját kisgyermek nevelője fog tudni a gyermekkel lenni, ha valamelyik szülő ügyeletet kér. A jelzést az ugye nagyon jó lenne, ha még előző nap tudnák jelezni a szülők, vagy
Hát igen, előző napot mondanám, mert a konyhának is föl kell készülnie, ugye erre akkor már reggelivel kell várni a kiciket, ha jönnek. Tehát akkor gyakorlatilag, hogyha mondjuk ilyen, azt hiszem 5 óráig van nyitva a bölcsőde, ugye, adott napon? 5 óráig van nyitva, igen, hát jó lenne olyan délután 2-ig. Igen, hogy minden szülő jó erőre szólt különben, aki még kérdéses is, hogy jön, már jelezte, hogy számítsunk-e rá, és hogy meddig fog szólni. Igazából szoros kapcsolatban vagyunk így a szülőkkel kommunikáció szempontjából, úgyhogy jeleznek a szülők. Nincs ez a probléma és fennakadás. De akkor azért szögezzük le még egyszer, tehát hogyha valaki szeretné valamelyik nap a csemetéjét bevinni, akkor előtte való nap, mondjuk 14 óráig, délután 2 óráig ezt jelezze számotokra mindenki. Igen, ezt megköszönjük, így van, minél előbb tud szólni. Bármilyen információ, amit kihagytunk volna, vagy nem tettünk fel kérdést, és mégis van, esetleg valamit üzennél-e a szülőknek? Hát talán annyi, hogy tényleg köszönjük a türelmüket és a megértésüket. Nagyon együttműködőek velünk, úgy érezzük a szülők, és tényleg jól lekommunikáljuk ezt a helyzetet most velünk. Köszönjük szépen az információkat. Szép napot. Szia.